én annak a kihívásnak próbáltam valamilyen módon egy megoldását javasolni a piac számára, hogy milyen termékekkel vagy milyen módon közelíthetnek az állam felé. Megpróbáltam kicsit edukálni is a piacot, hogy azáltal, hogy a területi közigazgatást átszervezzük ebbe az országba, milyen új struktúra mentén kell gondolkodni arról, hogy termékeket hogy lehet és milyen módon lehet ebbe a hálózatba becsatornázni, milyen olyan termékekkel jöhetnek, amelyek ennek az új struktúrának a kihívásait valamilyen módon le tudják fedni, vagy meg tudják oldani. Mostanság nagyon sokszor beleütközöm abba a dologba, hogy ugye azáltal, hogy az önkormányzatoktól elkerültek feladatok, és az önkormányzatok a saját maguk zsebének az urai voltak, ugye ott teljesen szigetszerűen különböző rendszereket vásároltak meg, és azokat az önkormányzati illetékesség területen használták. Ugye az önkormányzatok által, vagy az önkormányzatoktól elvett feladatok okán, amelyek belekerültek ugye ebbe a hatalmas nagy 20 megyei kormányhivatali rendszerbe. A kormányhivatalok azok, amelyek mondjuk úgy, hogy az illetékességi területükön felelősek ezért a feladatellátásért, és ez azt is hozza magával, vagy azt is jelenti, hogy 20 közel egyformán működő nagy-nagy, hatalmas-nagy szervezetről kell gondolkoznunk. Tehát az, aki beszerez, az gondolhatná azt, hogy akkor most már a megyei szint az például, ahol el lehet adni valamit, de nagyon sok olyan szolgáltatás van, ami pont amiatt, hogy elvárjuk azt, hogy ez a 20 megyei kormányhivatal együttműködjön, még egyel fentebbi szinten kell, hogy beruházásra kerüljön, és a központi szolgáltatások által gyakorlatilag országos lefedettségű működést kell, hogy hozzam. Induljunk onnan, hogy volt 3200 önkormányzat az országban, és pillanatnyilag ma is működik ez a 3200 önkormányzat kis túlzással. Ugye nyilván itt nem mindenhol jelent ez konkrétan közigazgatási egységet is, viszont feladatok elkerültek tőle. A területi közigazgatás szerveződése pedig eddig a megyei szinten valósult meg, és a szakigazgatási szervek, amelyek az országos, mondjuk úgy, hogy a hatósági feladatellátást végzik ebbe a rendszerbe, azok pedig különböző országos hálózatokkal bírtak. Ugye létrejött a 20 megyei kormányhivatal, amiben az országos illetékes, vagy az országos hálózatot gyakorlatilag integráltuk, a szakigazgatási szerveknek az országos hálózatait úgy, hogy a fejet levágtuk róla, és a fej az ott maradt ma is. Tehát ma is van ONEP, OF, vagy OEP földhivatali fej, és ugyanakkor az ellátásnak a feladatát vivő szervezet az a megyei kormányhivatalokba került. Funkcionálisan a megyei kormányhivatalok működtetik ezeket, viszont szakmai oldalról továbbra is az anyjukhoz kötődnek, hogy úgy mondjam. Ebből kifolyólag ugye ez a duális irányítás azért, vagy ez a duális felügyelet, ez valamilyen módon a rendszerbe is megjelenik egyenlőre, viszont az a kihívás, amit mondjuk így megígértünk és előbb-utóbb teljesítenünk kell, hogy integrált szakigazgatási rendszerekkel tudunk majd dolgozni a kormányablakba, azt is magával hozza, hogy minden egyes szakigazgatási rendszernek az anyájával, az eredeti szervnek a fejével le kell ülni, egyezkedni, és ki kell alakítani azokat az újfajta metodikákat, amiket mondjuk technológiai alátámasztással meg tudunk valósítani úgy, hogy a kormányablakokba tudjon ez a fajta probléma megoldás működni, amit célul tűztünk. Ha a munka nagyságához képest nézem, akkor azt kell mondjam, hogy alig-alig tartunk valahol. Ha azt nézem, hogy már 4 éve dolgozunk, akkor azért végül is mondhatnám azt, hogy már elég régóta dolgozunk. Tehát itt ez az arány nyilván azt is megvilágítja, hogy ez egy hosszan elhúzódó, nagyon nagy összetettségű átalakítás, aminek a tervezés után az első lépései, ha úgy vesszük, akkor végül is a jogszabályalkotással megvalósult. Tehát ilyen módon a területi közigazgatás átalakításának az első nagyon fontos lépése az mondhatni úgy, hogy végbe ment. És most értünk le arra a szintre, ahol bizony jönnek a szürke hétköznapok, és minden rendszer és technológia és folyamat tekintetében végig kell nézni, hogy azt a fajta kihívást, amit leképeztünk már a szervezeti struktúrában, a feladatellátásnál a technológiákkal hogy tudjuk szintén leképezni. A másik kihívás, amivel szintén ugyanakkor, miután egy nagy átalakítás idején vagyunk, birkózunk, az az, hogy a
Az állam ügyfélszolgálatának megfogalmazásánál egy három csatornás ügyintézésbe gondolkozunk, tehát a személyes ügyfélszolgálatok mellett, amiket kormányablaknak hívunk, megjelenik a telefonos, illetve az elektronikus ügyintézés is. Most az előadásokban hallhattuk is, ugye, hogy mind a kettőre van is példa, ugye a telefonosnál ez a 1818, ott az egynapos foglalkoztatás bejelentése az, ami pillanatnyilag működő szolgáltatásként létezik. A KKH-nak pedig vannak a webes ügysegéden keresztül olyan szolgáltatásai, amikor gyakorlatilag emberi erőforrás nélkül tudunk, bár nyilván magunk kellünk hozzá állampolgárként, de egyébként a másik oldalról emberi erőforrás nélkül tudunk lebonyolítani folyamatokat elektronikus rendszeren keresztül.